Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában Poprényi Révai Gyöngyit, Pilis Szent Iván polgármesterét. És hát jó régen beszélgettünk már itt, hála a vírushelyzetnek, ugye? Úgyhogy van bőven témánk. Kezdjük is olyannal, ami most az utóbbi időben hát nem kis bosszúságot és munkálatot is okozott a faluban élőnek, mégpedig ugye az, hogy az elmúlt időszakban igen gyakori volt az áram kimaradás. És hát sikerült-e utána járni az elműnél, hogy mi okozta a problémát? Én is köszöntöm a Pilis Televízió nézőit. Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, azt kell, hogy mondjam, bár mindenki így kezdi valójában valószínűleg a beszélgetést. Az áramkimaradás nyáron jelentkezett, az áramszünetek, és ezek ilyen nagyon rövid ideig tartó, de a naponta többször megjelenő, 3-4-5-ször is elment az áram, majd 1-2 perc van visszajött. Ezt nyilván mindenki, aki otthon tartózkodott, érzékelte, ugye nyugdíjasok, kismamák, fiatal családok, tehát, hogy ezt így észleltük, de volt hosszabb ideig tartó áramszünet is. Viszont nagyon sokan jelezték, hogy meghibásodtak elektronikai berendezések, és azért azt be kell látni, hogy minden családban vagy háztartásban több millió, olykor 10 millió forint értékű elektronikai felszerelés van, tehát itt nem játékról van szó. És érdeklődtünk telefonon az elműnél, gyakorlatilag igazi választ nem kaptunk, tehát nem tudták megmondani, hogy miért van. Dolgoztak az elhárításán, de semmi egyéb hivatalos válasz nem volt, és akkor írtam egy levelet, amit közzé is tettünk a közösségi médiában az elműnek, és akkor jött egy gyors válasz, ugyanis felhívtak két osztályvezető az elműtől, és el is látogattak Szent Ivánra. Addigra már olyan gyakori volt az áramkimaradás, hogy egy 20 percen belül akár 5-10-szer is elment az áram. És akkor ők azzal indokolták, hogy ugye egyrészt a vezetékek elavultak, tehát nem mindenhol van szigetelt vezeték, ágak zavarják általában, száraz ágak, vagy rádőlő fák a vezetékeknek a működését, az állapotát, illetve azokon a helyeken, ahol szigetelt vezeték van, ott pedig a folyamatos súrlódás, ugye ahogy az ág hozzáér, gyakorlatilag kiukasztja, megsérti a nagy feszültségű vezetéket. És ahogy erről beszéltünk, mi meg is állapodtunk ott a két osztályvezetővel, hogy amennyire gyorsan lehet az ő belső tervükhöz képest, de hát elhárítják ezt a hibát. És nagyon érdekes, mert 10 napra rá történt aztán egy olyan áramszünet, amikor egész nap nem volt áram a falu nagy részén, viszont a falunak csak a fele kapott értesítést. Mi sem tudtuk, és az egy nagyon kínos helyzet volt, hiszen ez azon a területen, ugye a Solymár felé eső területen, ott körülbelül 10-12 utcában nem volt áram, rengeteg szolgáltató van, étterem, vállalkozások vannak, tehát nekik anyagi káruk keletkezett ebből. Mi kértük egyébként előtte a tárgyalásoknál is, hogy ha lehet, előtte minket értesítsenek, ne csak a lakosságot egyénileg, mert hogy erre mi rá tudunk még dolgozni külön, akár szórólappal, vagy a médián keresztül, hát ez nem történt meg. És aztán 3 napra rá volt az a valóban havária helyzet, amikor elment az áram Pilis-Szent Ivánon, Nagykovácsiban, Solymár egy részén, de még Hidegkutat is érintette, mert ott egy nagy feszültségű vezeték dőlt illetve egy nagy fa, egy kis kidőlt fa megakadályozta ugye az áramszolgáltatást, de mire ezt kiderítették, azért egy 5-6 óra eltelt. Mivel nem tudtunk róla, ezért mint önkormányzatnak is nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen a telefonok érkeztek ugye hozzánk a lakosságtól, hogy mi ez, miért van megint áramszünet. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt, arról sem kaptunk értesítést, hogy körülbelül mikor állítják vissza, vagy hogy már visszaállt a szolgáltatás. Én megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz, mert a lakosság ilyenkor azt gondolja, hogy az önkormányzat a szolgáltató, holott nem. Tehát az elmű szolgáltató végül is elég gyorsan, tehát ahhoz képest, amilyen nagy baj volt, elég gyorsan helyreállították ezt a vezetéket. De hát készülnek egyébként, az elmű készül ezen a szakaszon, Nagykovácsi Pilis-Szent Iván Solymár közti szakaszon egy nagy beruházásra, ahol a nagy feszültségű vezetéket földkábellel fogják kiváltani. Hát ez majd a jövő zenei, erre már adtam útvonalengedélyt, illetve tett engedélyt ahhoz, hogy ugye ezt a műveletet elkezdjék előkészíteni.
Tehát ez egy nehéz. És akkor ezek a kis áramkimaradások most megszűntek? Igen, amúgy, igen, most úgy tapasztaljuk, hogy nincs uh-huh. ilyen. Viszont ami jó hír, és biztatok mindenkit, hogyha elektronikus berendezése meghibásodott ebből kifolyólag, és ezt tudja igazolni, még akkor is, ha már megvan az új készülék, és azt be is szerelték, de megvan a régi, akkor az elműtől kimegy egy szakember, aki ezt a készüléket bevizsgálja, ugyanis ezek most már olyanok, hogy van egy hibakódjuk, ami jelzi, hogy valóban tönkrement, és mitől. És akkor elfogadja az elmű, és a kártérítést pedig rendezni lehet elég viszonylag gyorsan. Hát és egy másik nagy probléma, ugye az áram mellett, áramhiány mellett a vízhiány is nagy problémákat okozott a településen, és nem csak egy-egy utcában, hanem egész település részeket érintett, ugye, jól tudom, és érint mind a mai napig. Ezek a gondok összefüggenek a Ságvári utcai vízvezeték rekonstrukcióval? Van köze hozzá? Van bizony, nagyon nagy köze van, illetve az egész szob onnan indul ki tulajdonképpen. Ugye, ha visszamegyünk egy picit régebbre, azt azért mindenki tudja, most már így a Pilis Televízió nézői közül, hát különösen Szent Ivánon, hogy nagyon sok csőtörés van. Tehát évente rengeteg csőtörés van különböző utcákban, vannak veszélyeztetettebb utcák, ilyen volt a Szabadság sor, ami most már hál' Istennek felett újítva, de a Ságvári utcá volt az, ahol évente 10-15-ször tört el a cső, hosszú ideig tartott a javítása, és ezért mi 2 évvel ezelőtt kezdeményeztük a DMRV-nél, hogy a következő években, ha lehet, akkor vegye előre a Ságvári utcának a felújítását. Ez az egyik leghosszabb utcánk Pilis-Szent Ivánon, gyakorlatilag a legrosszabb állapotban lévő, tehát az aszfaltja ugye a sok-sok bontás miatt, és idén szeptemberben sikerült elkezdeni ezt a munkát, ezt a DMRV végzi a mi tulajdonunkon, ugye a mi belterületi utunkon. A kivitelező ugyanaz, aki a Szabadság soron végezte a felújítást. Az a különbség, hogy itt ez egy sokkal komplexebb munka, ugyanis itt nem csak a lakossági vezetéket, a 110-es vezetéket cserélik, hanem a főnyomócsövet. És a főnyomócső a Jóreménység út sarkától egészen az Ovoda utca, ugye legmeredekebb utcánk sarkáig tart, sőt, még érinti a József Attila utcát, az Ovoda felé eső kis utcát is, úgyhogy itt hatalmas nagy átkötések vannak. Már a feltárás is nagyon bonyolult volt erről, sajnos egy picit muszáj hosszabban beszélnem. Tehát a feltárásnál derült ki néhány nap után, hogy nem találták a vízi közmű térkép alapján, nem ott találták meg a csatlakozó pontokat, ahol azt jelölve látták. És hát én ott álltam akkor sokszor a kivitelezővel, nagyon sok kutatóárkot kellett feltárni ahhoz, hogy egyáltalán tudják, hogy hol megy a valódi fővezeték. Volt régi, ami félbe maradt, tehát már ott indult egy ilyen nehézség. Az időjárás az a kezdetektől nem mellettük állt, úgyhogy itt minden napot úgy kezdtek, hogy az összes kutatóárkot szivattyúzták órákon keresztül, hogy újra tudjanak dolgozni. Az is egy nehézség, hogy ott a talaj annyira rétegzett, és olyan nagyon furcsa, tehát nagyon sok helyen homokos, beomló, úgyhogy mindenhol ki kellett ékelni, állványzatot kellett csinálni ahhoz, hogy a munkákat elkezdjék. És haladt ez elég szépen, de aztán egy anyagbeszerzési hiány adódott, amire ugye a kivitelezőnek várni kellett, a DMRV nem tudta szolgáltatni azt az alkatrészt. Ez volt az egyik 2 hetes csúszás gyakorlatilag, de ez alatt is dolgoztak az emberek. Azt kell, hogy mondjam, hogy hóba, tehát hidegbe, esőbe, szombaton is. És aztán elérkezett november 2-a, amikor ugye végigért a vezeték, tehát akkor már benn volt a nagy főnyomócső, az új, még párhuzamosan a régivel, tehát a régiről kapta mindenki a vizet, de hát ezt át kellett állítani. És aznap hajnalban kellett volna elzárni a DMRV-nek ezt a tolózárat, ami érinti ezt a területet, és hát megint azt mondom, hogy ez egy havária helyzet, a tolózár az nem úgy működött, illetve voltak még tolózárak, ami nem volt érintett ezen a területen, de
valahogy műszaki hiba miatt, meghibásodás miatt egyszer csak eltűnt a víz. És nem csak a Ságvári utca, Fenyves utca, Kossuth Lajos utca területén, hanem gyakorlatilag a falu egész területén. Tehát a Templomhegyen, mindenhol. És ezt ugye mi önkormányzat nem tudtuk, mert a jelzett víz hiánnyal tisztában voltunk, ezt estig délutánig jelezték, hogy délután 4 óráig lesz víz hiány. A lakosság sem volt olyan értelemben türelmetlen, mert tudták, hogy itt megtörténik a nagy átállás, átkötés, és akkor onnantól már csak a lakossági bekötések lesznek. Aztán egyszer csak kiderült, hogy ugye jelezték nekem is különböző formában a lakosok, hogy ebben az utcában sincs, abban sem, abban, és akkor végül is az lett, hogy este 7:30-kor én felhívtam a tűzoltókat, hogy most azonnal SOS-be segítsenek és vigyenek vizet az embereknek, mert hát tényleg teljes falu ott állt víz nélkül, tartalék nélkül. És a helyszínen, hát ahogy oda mentem, akkor már délután ugye a másik oldalon a Jó Reménységnél várakoztunk az átkötésre, de még nem tudták megcsinálni, mert az árkok tele voltak vízzel. És az Óvoda utcánál volt egy olyan műszaki hiba, ott eltört még egy cső a régi vezetékből, amire csatlakoztattak volna. Hát annak az elhárítása úgy körülbelül éjfél-fél egyik tartott, és addig nem volt víz. Most látva azt a munkát, amit, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon komoly csapat dolgozott ott, esőben, hidegben, lent, 3 méter mélyen, teljes sötétben, hát egy világító eszköz volt összesen ugye a Markolón, akkor lezárták azt a szakaszt, másnap volt víz a faluban, viszont hát ugye ott a javításokat el kellett végezni, és akkor a következő hét, illetve a hét további napjain folytatódott a munka, ami még most a héten, szerdán volt egy nehéz nap szintén az ott élőknek, ugye a Ságvári telep, Ságvári utcából a felfelé menő szakaszra kellett rákötni. Ott szintén egész napos, de hosszú vízszünet volt. A DMRV szerette volna délután 4-kor visszaállítani, de már a vízszolgáltatás, de úgy, hogy az utca két végén még nem történt meg a nagy átkötés. És akkor én azt kértem, hogy ezt nem lehet megtenni az emberekkel, hogy 6-8-10 naponként, hogy nincs víz, és azt kértem, hogy addig, amíg a munkát be nem fejezik, és rá nem kötik a két oldalt, addig nem hagyhatják abba. Tehát egyszer már megvan az nap az a vízhiány, 8-10-12 órán át, de ezt nem lehet fokozni, hogy megint egy nap, megint, és hát végül is most ott tartunk, hogy már a lakossági bekötések mennek. Reményeink szerint jövő héten az időtől függően tudják aszfaltozni az utcát. Ó, és akkor utána vége lesz elvileg. Hát én nagyon bízom benne, és azt el kell, hogy mondjam, a kivitelező nagyon együttműködő, és tényleg nagyon, ők csináltak ugye a szabadság soron is. Ott nem volt ennyi probléma, de nagyon elégedettek vagyunk velük. A DMRV-vel picit nehézkes volt a kommunikáció, mert nem adnak ki közleményt. Tehát azt viszont én nagyon sokáig nem tudom vállalni, hogy polgármesterként adom ki a tájékoztatást, mert a lakosság azt gondolja ugyanúgy, hogy az áramhiánynál, hogy tőlünk függ ez. De aztán most már abban megállapodtunk, hogy ha bármi havária helyzet van, akkor ők azonnal felteszik a közösségi oldalra, mi azt megosztjuk, és akkor hát talán nyugodtabb a lakosság. És köszönöm, ezúttal is köszönöm az ott élőknek a türelmét, kinek mennyi maradt, de nagyon, nagyon, nagyon türelmesen, és azt kell, hogy mondjam, fegyelmezetten viselik ezt a helyzetet. Hát reméljük, hogy most már akkor az időjárás is semmi havária helyzet nem jön közbe, és hamarosan kész is lesz. Ugye már itt említette kétszer is a szabadság sort, ahol a DMRV beruházása keretében valósult meg a vízbekötés és a csatorna javítás. Milyen forrásból jött létre ez? Azért ezt mondjuk. Ugye először kellett a vízbekötéseket megoldani. Ott is úgy volt eredetileg egyébként, hogy a nagy nyomócsövet is cserélik. Hogy ez miért állt le, ezt nem tudjuk, erről igazi tájékoztatást nem kaptunk, tehát ott csak a lakossági vezetéket cserélték ki, sokkal kevesebb problémával, mint a másik említett utcában. Viszont mi pályáztunk a szabadságsor felújítására a Magyar Falu 2 programon belül, tavaly meg is kaptunk 30 millió forintot,
és abból, illetve hát hozzá kellett tennünk még néhány millió forint kiegészítést, mert adottak ott is azért olyan út, tehát az útszakasznak egyes részeit meg kellett szélesíteni, és az nyilván már a saját forrásból ment. De én úgy gondolom, a műszaki átadás a november elején megtörtént, hogy egy nagyon jó minőségben elkészült, kifejezetten szép munkát vehettünk át. A műszaki ellenőrrel én is egyet tudtam érteni. Sokkal kényelmesebb az út, bár elvi szélesítés az egész szakaszon nem történt, csak a két végén, mégis sokkal biztonságosabb lett, a lakosság is elégedett vele, és úgy érzem, hogy ez egy jól sikerült beruházásunk. Ugye én is jöttem arra, tényleg jól lehet most ott haladni, de azért azt mondjuk el, hogy a korlátozás továbbra is érvényben van, ugye? Így van, továbbra is 30 kilométeres övezethez tartozik ez az útszakasz. A virágládák ott maradtak, ott is maradnak. Nem tudtuk kiváltani ilyen egyéb kulisszának nevezett kis szűkítőkkel, mert annyira megdrágította volna a beruházást, amire most nincs lehetőségünk. Viszont ezt az emberek megszokták. Én úgy érzem, hogy egyébként elég szépen lassult ott a forgalom. Nagy forgalom van, bocsánat, nagy a forgalom, de a közlekedés egy picit konszolidáltam. Még tavaly szavazta meg a képviselőtestület a Genterm és a Szabadságút túloldalán lévő parkoló közötti zebrát. Hogyan állnak ott a munkálatok? Hát ahogy szokott lenni, minden egyszerre kezdődött, ugye erre is vártunk tavasz óta az engedélyekre, mert hogy ez a Magyar Közút útján történik, és itt az engedélyeztetés, vízjogi engedély megkapása. Tehát ez mind várakoztatott magára minket. És szeptemberben tudta elkezdeni a kivitelező. Ez egy nagy beruházás olyan értelemben, hogy egy nagyon forgalmas utat érint, ugye Szent Ivenbe főútját, és hát a Genternél a kamionok közlekedés, a folyamatos szállítás is ott van emellett. Sokkal biztonságosabb lesz a dolgozóknak az átkelése a parkolóhoz. Most, ha minden igaz, akkor jövő héten ezt is teljes egészében be tudják fejezni. Száraz időre van szükség, hogy az útburkolatot fel tudják festeni. Ez egy villogó lámpás gyalogátkelő hely lesz, és ennek a teljes költségét Pilisszent Iván önkormányzata állta. Örülünk, hogy ezzel is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy az egyik legnagyobb adózónknak ilyen értelemben a munkában járók életét megkönnyítsük. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy a Genternek magának a belső területén még új beruházásként át kell alakítani a kamionparkolást, de ez már az ő kivitelezésük és az ő feladatuk. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor talán egy-két héten belül hivatalosan is átveszik, de és használhatják az ott dolgozók. És egy másik régi terv is megvalósult ugye a közelmúltban, ami szintén a biztonságos közlekedés segíti, hát nagyon sokszor beszéltünk már itt interjú keretében a Szent Iváni kihajtó problémájáról, és hát ugye aki arra jár, az láthatta már, hogy felkerült oda a lámpa, nem is tudom, talán egy-két hete. Mik a tapasztalatok eddig? Én azt látom, illetve hát akikkel találkozom és beszélünk erről, nem kollégákra gondolok, hanem civil emberekre, akik használják az utat, és nem is feltétlen Szent Ivánon laknak. Mindenki örült neki. Nyilván én tudom, olvasom a közösségi médiát is, hogy nagyon sokan tartottak attól, hogy megfogja a forgalmat, még lassabb lesz, még nagyobb lesz a sor. Ez azért nem teljesen van így, mert hogy ez van benne egy érzékelő, tehát az útban, az úttest két oldalán van egy érzékelő, ami a forgalmat tudja szabályozni. Eleve a Magyar Közút kérte is tőlünk, hogy figyeljük és jelezzük, hogyha valami nem jól alakul, túlságosan megfogná a forgalmat. Aki Szent Ivánról szeretne kihajtani, azok mindenki azt mondta, hogy megbízható és biztonságos. Tehát nincs az a fajta bizonytalan érzet, hogy kiengednek, nem engednek, jobbra nézek, balra nézek, nem tudok kimenni. Akinek nagyon nehéz ezt, illetve nehezebb megszokni, mondjuk aki Vörösvár felől jön, és szabad zöldje van, de mégsem tud lekanyarodni, mert ugye Csaba felől, Budapest felé hajtóknak is zöld van akkor. Na most itt én azt hiszem, hogy figyelni kell egymásra, de minimális
tehát az esélye annak, hogy itt csattanások lehetnek, addig, amíg egyébként ezelőtt heti rendszerességgel voltak balesetek. Úgyhogy elégedettek vele az emberek, és nem csak Szent Iványok használják, mert a 8100 autóból, ami naponta átmegy Pilis-Szent Iványon, annak a 80%-a Dorog és Budapest közötti, tehát más településeken élő autós. És azért azt még említsük meg, hát ha a nézők közül sem mindenki tudja, hogy ez ilyenkor egy ilyen beruházás, ez kinek a beruházásában valósul meg? A Magyar Közút ZRT végezte a saját területén, tehát azért nem kellett hozzá engedély egyébként más önkormányzatoktól, mert ő a saját útján végezte, és az útnak az a másfél-másfél méteres szakasza esik ebbe, ami az ő tulajdonuk. Tőlünk azért kellett hozzájárulás, mert az a trafó, elektromos trafó, ahonnan az lámpákhoz az elektromos áramot adják, az a mi Szent Iváni belterületünkön van, de hát ezt nyilván örömmel engedélyeztük, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a lámpa működik és megvalósult. Úgyhogy ez így a környező önkormányzatoknak azt hiszem a sikere. És hát most értünk oda, hogy eddig a beszélgetésben egészen jól elkerültük a koronavírus témát, de most már nem tudjuk tovább. Úgyhogy hát Pilis-Szent Iván sem kerüli el a járvány, ahogy szinte mindenhol Magyarországon és a világban jelen van. Az óvodát és az iskolát is érinti. Hogyan tud védekezni az önkormányzat? Kapcsolatban vannak-e esetleg az orvosokkal, vagy miket tudnak ilyenkor tenni, amikor közintézményeket is érint már a járvány? Hát tulajdonképpen tavasszal ugye heti rendszerességgel szerdánként ülésezett az operatív bizottságunk. Most azt kell, hogy mondjam, hogy naponta beszélünk a doktornővel, mind a két házi orvossal, az óvodavezetővel, egy nap többször is, iskolavezetéssel, mert hogy hát mindenkit érint, valóban mindenkit érint. Csak egy példa, két héttel ezelőtt még napi 4 beteg jelentkezett tünetekkel, ma már 25-30 beteg orvosonként. Tehát azért ez egy nagyon erőteljes növekedés, és az óvodában minden csoportban volt már vagy gyerek, vagy szülő, illetve hát két hétig úgy működött az óvodánk, hogy a 14 óvodapedagógusból 7-en tudtak dolgozni, abból nem volt mindenki koronavírusos, csak 5-en, de hát ez is egy nagyon nagy nehézség, mert ugye emiatt két napra el kellett rendelni az óvoda annak a két csoportnak a bezárását, és elosztották ugye a gyerekeket. Az iskolában is van, ott 3 napot, múlt héten, hétfőket, szerdán digitális oktatás rend volt, ezt engedélyezte az oktatási hivatal, a teljes felső tagozat otthon maradt, mivel voltak érintett beteg gyermekek. De hát ez naponta változik, úgyhogy emiatt nekünk nem is heti rendszerességgel ülésezünk, hanem napi telefonegyeztetés van. Ezt én már például nem tudom közzétenni, hogy mikor naponta vagy hetente hány beteg jelentkezett, mert szinte követhetetlen. És hát a másik, hogy a hivatalban is megjelent a vírus, tehát nálunk is volt koronás beteg, emiatt azonnal egy hétre elrendeltük a hivatal bezárását, illetve home office-ban dolgozott minden egészséges kollega. Én szerintem ez egy nagyon jó döntés volt. A hivatal rendjében továbbra is megmaradt az elektronikus ügyintézés, illetve telefonon keresztüli segítségnyújtás. Hát, hogy mondjam, talán most már mindenki jobban látja azt, hogy mindenkinek a környezetében van érintett beteg, illetve olyan, aki átesett rajta, vagy éppen most van a betegségben. És én azt tapasztalom, hogy egy 2-3 hete talán komolyabban is veszik, még ennél is jobban az emberek, és valóban betartják a maszkhasználatot, az elővigyázatossági előírásokat. Ugye már, amikor utoljára beszéltünk itt, azt hiszem talán nyáron, már akkor is beszéltünk arról, hogy azért a gazdálkodást is mélyen érinti minden településen, így nyilván Szent Iványon is azok a döntések, amik a koronavírus következtében születnek. Milyen következményekkel jártak ezek konkrétan Szent Iványon, és mi az, amit meg tudtak valósítani, mi az, amit nem? Erről egy kicsit. Hát egyrészt megvártuk, amíg az iparűzési adó második fél éves befizetése megtörténik, és ez szeptember 31-én történt.
azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon jó leső érzéssel gondolok az összes szentiváni adózóra, adófizetőnkre, mert nagyon felelősségteljesen befizették az idei éves adóikat. Ez bizonyos értelemben mondhatnánk azt is, hogy megnyugtató, de nem lehet megnyugodni. Ugyanis ez az, hogy mi vár ránk az év végéig, és mi vár ránk a jövő évben, ez nagyon pozitív reményekkel nem kecsegtet, legalábbis gazdaságilag, mert a következő év már egy egészen más rendszer szerint működik, hiszen sokkal kevesebb mindenkinek a bevétele, ezután kevesebb adót fog fizetni, tehát ezzel nekünk számolni kell. Ami fontos, a működésre költeni kell, tehát van egy óvodánk, a hivatal, és hát az önkormányzati feladatokat el kell látni. Megpróbáltunk a pénzügyi bizottsággal előre gondolkodni, és azt döntöttük, hogy azokat a jóléti támogatásokat, szolgáltatásokat egy picit visszavesszük, ami talán nélkülözhető, és senkinek az életét nem befolyásolja még negatívan. Úgyhogy az egyesületi támogatásokat csökkentettük. Kulturális kiadásaink gyakorlatilag nem voltak ebben az évben, tehát ott is tudtunk átrendezni pénz összeget. De a jövő évre nézve nagyon szoros, tehát még ennél is sokkal-sokkal szorosabb gazdálkodást fog eredményezni, és én azt hiszem, hogy bár mindenki, minden képviselő is az én fejemben is nyilván ott van egy csomó terv, amit szeretnénk megvalósítani, ha nem is egy év alatt, de hát az elkövetkezendő 4 évben. De itt most nagyon, nagyon-nagyon mérsékletre van szükség, bizonyos átszervezésekre is, ésszerűsítésre, tehát hogy a kiadásainkat csökkentsük. Mert a bevételeinket nem fogjuk tudni növelni. Na most ez egy matematika, hogyha nem nincs annyi bevétel, akkor a kiadás nem maradhat ugyanannyi. Ehhez hozzá kell mindenkinek szokni, erről még nagyon sokszor fogunk tárgyalni ha mást nem, bizottsági formában most egyelőre nem, de legalább informális beszélgetések során a képviselőtestülettel, és a tervekkel is nagyon óvatosan kell bánni, tehát nagy beruházásokban abszolút nem gondolkodunk. A jövő évet egy pályázat érinti az orvosi rendelőnek a tetőtérbeépítésének egy része, ugye, amire pályázatot nyertünk, 30 millió forintot idén. Ez van tervbe véve. És hát fenn kell tartani mindazt, amit létrehoztunk, az pedig nagyon-nagyon sokba kerül. És hát ugye felröppent a híra az iparűzési adó esetleges szüneteltetéséről, megvonásáról, gondolom, szentiment is mélyen érinteni ez a dolog. Hát azt hiszem, hogy nem szeretnék, tehát higgadt szeretnék maradni, de ez egy nagyon-nagyon komoly döntés. Tehát ha akár csak szüneteltetik egy évig, és még csak a mikro, kis és középvállalkozások adóját, nálunk az is több 10 milliós tétel, de ha netán ezt kiterjesztik a nagyobb cégekre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy megáll az önkormányzat működése. Tehát ez nem csak minket érint, ez az összes önkormányzatot, nem is tudunk belegondolni, mert nem arról lesz majd szó, vagy lenne, hogy miről mondjunk le, hanem hogy egyáltalán meg tudunk-e valamit valósítani, nem beruházásra gondolok, hanem fizetésosztásra, az óvoda működtetésére. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Én nagyon bízom abban, hogy akik döntéshozó szerepben vannak, azok ezt jól átgondolják, és természetesen védve a KKV-kat, tehát kis- és középvállalkozásokat, és nagyon megköszönve az ő adójukat, De nem szabad, hogy ellehetetlenüljenek az önkormányzatok, mert azáltal, ha az önkormányzat nem fizetőképes, azáltal a falu, a település tönkre megy. Tehát ott az emberek élik meg majd azt a hatalmas veszteséget. Úgyhogy én csak abban bízom, hogy a higgadság mindenhol mindenkin úrrá lesz, és észszerű döntés születik. Hát igen, mi is reméljük, hogy ez így lesz. És akkor a végére egy kicsit kellemesebb témákat hagytam, ugyan rendezvények nem nagyon lehetnek már egy jó ideje, de még a nagy veszélyhelyzet kihirdetése előtt az október 23-ai ünnepséget és a díjak átadását sikerült megvalósítani. Hogyan értékeli ezt az eseményt? Hát azt gondolom, hogy ebben az évben két ünnepségünk volt, ami nagyon nagy öröm, és nyilván azért szomorúság is, hogy a többit nem tudtuk megtartani. Az egyik az augusztus 20 volt, a másik pedig október 23-a, nagyon szép nemzeti ünnepünk.
Azt a megoldást választottuk, hogy a főtéren, szabadtéren tartottuk, ugye a koszorúzás ott volt, és oda meg tudtuk hívni az érdeklődőket, illetve azokat, akik együtt szerettek volna velünk ünnepelni, de magát az ünnepséget, a Pilis Szent Ivánért emlékére átadását már csak zárt körben, és nagyon szűk körű meghívotti körben tudtuk megtenni, oda az egyesületek vezetőit hívtuk, illetve hát azokat az ünnepelteket, akiket nem sikerült március 15-i kitüntetéskor felköszönteni, illetve átadni nekik az elismerést, és az október 23-án szintén megszavazott új két kitüntetettünket. De akkor el is mondanám, hogy aki nem emlékszik rá, ugye március 15-én a Tűzoltó és Polgárőr Egyesületünk, 25 éves egyesületünk kapott elismerést az eddigi munkájukért, illetve a fantasztikus munkát végző helytörténeti egyesületünk lett a kitüntetett. Az idei október 23-ai díjazottunk, elismertünk pedig Ludwig Klára, a Ludwig és Mentesi Kft. Tulajdonosa, asszonya, illetve Dienes Andrea, aki az ország cukormentes tortáját készítette. Ők együtt dolgoznak, ugye a Jókenyérnél, és úgy éreztük, hogy ezt a fiatalos lendületet, ezt meg kell nekünk jeleníteni, és ezért adtuk a Pilis Szent Ivánért emlékérmet mindkettejüknek. Az ünnepség nagyon szépre sikeredett, és azt hiszem, hogy méltó módon tudtuk átadni mindenkinek az elismerést. És hát a országos viszonylatban is kiemelt jelentőséggel bír az a beruházás, ami ugye nemrégiben került átadásra a Bányász utcában, ez pedig a Pilisi Len Látogató Központ. Hogyan zajlott ez az átadó ünnepség? Ugye itt sem lehettek való túl sokan jelen. Hát nagyon izgalmas volt, mert ugye én az irodám ablakából, pont a számítógép melletti ablakból láttam ennek az építkezésnek a folyamatát, és olyan szép volt azt látni, ahogy egyre jobb állapotban, egyre átadásra kész állapotba kerül ez az épület. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Dunaipoly Nemzeti Parkkal van egy nagyon komoly együttműködésünk, és illetve a Pilisi Parkerdő ZRT-vel, ez egy háromoldalú megállapodás, és emiatt az önkormányzat is egy picit nagyobb szerepet kapott abban, hogy ott lehettünk az átadásnál, illetve ott lehettem. Megtisztelő volt, hogy két államtitkár is eljött az átadásra, hiszen ez egy 330 milliós beruházás volt, uniós beruházás és fejlesztés. Sok szempontból fontos. Egyrészt nagyon impozáns az épület, tehát látványos is, és emeli a falu központjának a látványát. Hát ami a legfontosabb, hogy a feladat, amit ellátnak, az ifjúság nevelése, illetve az a környezetvédelmi, természettudatos nevelési és gazdálkodás, ami a Dunaipoly Nemzeti Parkra jellemző, illetve a Szent Iváni munkatársaira, az egy nagyon fontos része Szent Iván életének. Bekapcsolódnak az iskola életébe, az oktatási intézmények, óvodák, illetve az általános iskola nevelési folyamataiba nagyon szoros kapcsolat van, környezetórákat tartanak ott, és hát a tanösvénnyel összekötve ez egy szinte teljes napos élményt nyújt. Úgyhogy hát nekem nagyon nagy öröm volt, és egyébként nagyon élvezetes. Tehát tudom ajánlani mindenkinek, hogy amikor feloldják ezt a zárlatot, és a látogatóközpont valóban látogatható lesz, akkor kerekedjenek fel a családok, iskolai osztályok, és ne csak Szent Iváról, hanem mindenhonnan az országból. Mert nagyon izgalmas maga az épületben lévő séta is, és az ott a megtapasztalható feladatok, látvány, ez mind mindenkinek való, gyereknek, felnőttnek egyaránt, illetve hozzá tartozik ugye az a közel 2 órás tanösvényen történő séta és vezetés, amit a Dunaipoly Nemzeti Park munkatársai végeznek. Úgyhogy nagy büszkeség, hogy ez sikerült, és ez Szent Ivánon van, tovább fogja erősíteni azt a lehetőséget, amit, tehát tényleg, ahogy mondtam, környezettudatos nevelést, és talán a Szent Ivániakat is nagyobb büszkeséggel tölti el, hogy milyen sok különleges természeti csoda van körülöttünk.
És hát most már csak egy kérdésem maradt a végére, ugye közeledik az adventi időszak, és majd a karácsony is. Hát ilyenkor az önkormányzatok ugye mindenféle kisebb-nagyobb rendezvényekkel szoktak készülni, ami most elmarad. Hogyan készülnek most erre az időszakra? Ugye nálunk mindig hosszú évek óta, tizenvalány éve szokás volt, hogy advent szombatján összegyűlünk a főtéren egy közös nagy gyertyagyújtással, közös imádsággal, illetve hát együttléttel családok ünneplik az advent előestéjét. Hát ez most mind a négy adventi szombaton elmarad. Előtte is úgy döntöttünk az atyával, hogy biztonsági okokból, járványügyi okokból ezt talán elhalasztjuk, de hát aztán jött ugye a rendkívüli jogrend, és ezt nem lehet megvalósítani. Viszont lélekben azt gondolom, hogy majd ezt megpróbáljuk valamilyen formában egy kicsit erősíteni, hogy gondolunk egymásra. És ezért is született egy nagyszerű ötlet, hogy az adventi ablakok díszítését, ahogyan ezt annak idén Solymáron elkezdték, felkarolt a Malokné és Somogyi Ildikó képviselőasszony, és az ő kezdeményezésére Pilis Szent Iván is csatlakozott ehhez az most már országos kezdeményezéshez. Úgyhogy sok jelentkező van, és minden este adventi napokon meg más-más ablakban jelennek meg a díszfények, illetve az a különleges díszítés, amit aki vállalta, az meglepetésként így a falu számára elkészít. Ez látszólag szerény készülődés, de hát azt hiszem, hogy advent az alapvetően bennünk kell, hogy meghozza azt a csendes változást, és bizakodást, hogy egy jobb időszak jön el. És talán még hálát is adhatunk, hogy eddig egészen jól viseltük ezt a nagyon nehéz évet. Hát akkor én is ezt kívánom mindenkinek, önnek is, sok bizakodást és minden jót a következőkre. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.